Üdvözlök mindenkit a Unboxing csatornámon, én Gyuluka vagyok. Beszeretnék mutatni nektek egy másik PlayStation 4-es kontrollert, ami nem más, mint a Steel Play Metaltech kontroller. Ez a wireless kiadás. Így láttam fent interneten, hogy létezik belőle egy wired, vagyis egy drótos kiadás. Én azt hittem erről a kontrollerről, hogy ugyanúgy bedugom a kontrollert a gépbe, vagyis az USB-t a gépbe, és kapcsolódik. Úgyhogy elmondom, mert elég sok negatív tapasztalatom is van, meg elég sok, nem is annyira sok, de elég néhány pozitív tulajdonságom is van. Úgyhogy ki is mondtam ezt a dobozt, és akkor megnézzük, hogy milyen cuccokból áll, vagyis mik vannak a dobozban. Még ide hátra tekintünk, itt megnézhetjük, inkább így mutatom, hogy ez wireless-es, meg van világítva ez a kék színű, van ilyen világítója, mint a rendes PlayStation joysticknak, van az a fekete, ez a tapipad, itt vannak a gombok, a directional, van két analógia, de viszont nagyon sok dolog nincs benne olyan, ami például nekem jó. És például az egyik, megmondom őszintén nektek, a jack dugó ajzat. Nincs benne. Így, vagy ide teszem arra. És akkor megnézzük, hogy még mi az, amit mik lehet tudni róla. Például ide van írva, hogy kompatibilis PS4-jel, PlayStation 3-mal és PC-vel, itt írja az X-inputot, két joystick, szóval két analóg, négy gomb, úgyhogy mindent leír, amit tudni kell róla, úgyhogy ennyi. Nos, akkor itt van maga az Installation Guide, vagy a User Manual, ez egy ilyen fehér papír, itt minden rá van írva, és képzeljétek el, itt van maga a kontroller. Kiveszem a kontrollert, mert itt van maga a kontroller. Még van egy olyan extra tulajdonsága, hogy itt alul van még négy gomb, itt van L1, L2, R1, R2, itt ami világít, ide kell betenni, tölteni magát, itt van középen a PlayStation gomb, itt van a két analóg, az iránygombok, és itt vannak az akció gombok, share gomb, play gomb, minden rajta van. Viszont, ami tényleg számomra egy érvágás, az itt van. Lehet, hogy nem látszik, de nincs a jack dugó. És nekem ez egy olyan azért érvágás, mert gondoltam, hogy streamelek, mert szoktam streamelni a Gyuluka PS4 streamek csatornára, ott majdnem minden nap vannak streamek. Én kipróbáltam ezt a kontrollert, mert jól is néz ki, mert van egy piros is. De nagyon tetszik nekem az, a kidolgozottsága nagyon tetszik, hogy ilyen kékes, mert metálkék. De az nem tetszik nekem, hogy jack dugó nincs benne. Az tökéletes, és tényleg jó dolog, hogy PlayStation 3-hoz is jó, de viszont az összepárosítás. Nem úgy tűnt, itt a töltőkábel, rendes USB, nem USB-C, hanem rendes USB, ezt ide beteszem. De nem úgy történik az összepárosítás, hogy bedugom a gépbe, és megnyomom a gombot. Nem. Van itt egy ilyen kis dongle. Ezt be kell dugni, ezt kell bedugni a gépbe, gondolom a PC-be, PlayStation 3-ba, és akkor kell megnyomni a gombot. Ez nem baj, ez engem nem zavar, mert rendben van, mert ez a wireless, ez az adója. De mondom, engem az zavar, ide teszem úgy, hogy lássátok. Mondom, engem az zavar, hogy nincs benne jack dugó. Nem rossz kontroller, mert tesztelem, de viszont amit használok, a Spartan Gear, ami van nekem, az a kamuflázsos,
Egyszer abból is csinálok majd egy gameplay, vagy egy videót. Az viszont abban van jack.go, rendesen be tudom kapcsolni vele a PlayStation-t, hiszen megnyomom a gombot, és már Bluetooth-on tökéletesen úgy, mint a kicsik világítana, vagy legalábbis bekapcsol a gép, de viszont ezzel sajnos nem tudom. Mondom, nemrég lett meg, nagyon kíváncsi voltam, mert van egy szép piros, a keze, hogy is mondjam, amúgy jó, nem is hangos, attól amúgy nem hangos, amúgy itt a tapipadja működik. Mondjuk a Drive Clubnál, amikor ezt megnyomtam, akkor nem váltott vissza, de nem baj. Mert hogyha itt ezt az oldalt itt megnyomod, akkor visszavált, de ez se csinálja azt. Annyira nem rossz. De mondom, jó kis kontroller, meg tényleg lehet, hogy el fogom fogadni, lehet, hogy kell egy kis idő még ahhoz, még ezt megszokom. Mert mondom, a másik kontroller, a kamuflás kontroller, a Spartan Gear, az első osztályú. Abba bedugom a Ventalis fülhallgatómat, vagy a headsetemet, majd arról is lesz kibontó videó, vagy unboxing, meg elmondom, hogy milyen. Az bedugom, fel a headsetet, beállítom, és már mehet is a stream. Ezzel nem tudok streamelni, mert ezen nincsen jackdugó, és én ezt sajnálom, hogy ezen nincsen. A dobozán nem volt feltüntetve, de ennyi. Nos. Ez volt ez a joy, hogy elmondtam a véleményemet. Mondom, nem rossz. PlayStation 3-hoz, PS4-hez, PC-hez is tökéletes, ha valaki szeretne egy ilyen kontrollert. De nekem ez az egyetlen egy negatívuma, hogy nincs benne jack ajzat csatlakozó. Nem tudok belefülhallgatót rakni. Amúgy jó lenne, mert tényleg jó. Néhány játéknál tökéletes. Például a Tokiónál tökéletes. God of War-nál nagyon jó. Tony Hawk Pro Skater-nél nagyon jó. Nagyon sok játéknál jó, mert még fogom tesztelni, mert ez maradt kint. Majd a kamuflás, majd az egy hét múlva, hogyha majd jobban megnézzük ezt, akkor majd, ha streamelni akarok újra, akkor megint. Nos, akkor én elmondtam a véleményemet, mondom, nem rossz kontroller, de a Spartan azért lehagyja. Abból a szempontból, mondjuk még hangszóró sincs rajta, Spartanon van. Azért lehagyja azért. De majd fogok csinálni egy olyan videót is, amiben összehasonlítom, és elmondom mind a kettőről a véleményemet, mert azt is ki fogom ide tenni. És megmutattam, hogy meglátjátok a különbséget, hogy mégis miről van szó. Nos, én Gyuluka voltam, elmondtam ezt a kontrollert, ezt a Steelplay Metaltech-et, ez a wireless controller, de láttam belőle pirosat, meg van egy ilyen aranyozott is, piros az ott van nekem hátul a gépnél. Úgyhogy még ezt szoknom kell, még ezt tanulnom kell. Ha esetleg lesz olyan videó, amiben nem kommentálok, akkor azt ezzel fogom csinálni. És most lesz olyan videó, amiben nem fogok kommentálni, mert most nem nagyon akarok beszélni. Majd valamikor megint újra. Úgyhogy köszönöm szépen a megértéseteket. Én bemutattam ezt a kontrollert, mondom, nem rossz. Úgyhogy ennyi. Legyen szép napotok, sziasztok!